többi tételt is szeretném nektek megmutatni. A második tétel ennek a CD-nek a magyar koronálási jelenlétnek a Szent Palást. A Szent Palástól annyi információ jött le, azt mondom se kell, hogy ahhoz nem kellett elmenjek a lelkieket megnézni, hogy én zenét behagyom őket. Amikor elmentem mégis a lelkészült el után, nem éreztem más minőséget, vagy más különbséget, mert akkor is velem volt már. Oda mentem, közben is éreztem azt, amit tettem. Ott voltam valamiben, akkor is azt éreztem. Akkor elmentem, akkor sem volt hiányérzetem. Itt van. Kérem, hogy ezt a szellemi rezgést ne elme rezgéssel próbáljátok megoldani. Engedjétek feljebb hatni. A palástól röviden. Gondolom sokan ismertek, az az információ érkezett és az az érzés, gondolat is és érzés is, hogy miként Jézust Mária betakarja, úgy öleli és védi országunkat, a palást, sőt magát a koronát is. Ez egy hegedű szóval játszott zene. Természetesen mindig akkor improvizál, akkor jön az információ, amit nektek, meg a közösségnek, akik most itt vannak, most információ. Tehát mást játszom a CD-n természetesen. És mindig mást játszom, hiszen más információ, mások ülnek a hallgatóságban. Akkor hallgassátok a Szent Palást. Kérem a zenét.
a jogar következik. Hogy ezt hittek egyébként, azt a féltő óvó, betakaró, bukis melegséget, amikor se a gyerekkorra gondolhatsz a benned élő gyermekre, aki a sok rápakolódott különböző információktól, esetlegesen civilizációs ártalmaktól, vagy negatív gondolkodású közegtől, úgy beszennyeződött, rápakolódtak héjak, és bontódik le. Érdemes megtalálni a bennünk élő gyermeket, mert az őszinte azt hozza, amiért itt vagyunk. Az a magminőséged, mert ha nem vagy magadnál, akkor magadon kívül vagy. És egy másik ember is, aki magán kívül, a magján kívül van, azok csak átmenetileg tudnak egymásnak ami jót, örömet, boldogságot adni. Hiszen ismertek a körpályát, egy darabig összeérnek, aztán tovább, mint a mag, az nem múlik el. Ott közös tengely van, amit úgy hívnak, hogy szeretet, tudatos szeretet, vagy szeretetre tudatosság. És ez állandó, mert ez a magminőségedet, a rezgését, az alaphangodat, és nem a felhangodat, a hamisság.